Választás lázban ég Amerika és az egész világ. Természetesen mindenki találgat, hogy Clinton nyere, vagy Trump, és mindez milyen hatással lesz majd a jövőre. Egy tévedhetetlennek tűnő mesterséges intelligencia például republikánus győzelmet jósol. Az utolsó napokban egyébként úgy tűnik, Trump jelentősen csökkentette a lemaradását már, mint Clintonnal szemben. Most Magyar Zsuzsanna választási szakértővel beszélgetek, aki Amerikából tudósít. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Innen Los Angelesből jelentkezem, Kaliforniából. Milyen a hangulatot most így a választás küszöbén? Mindenki nagyon izgatott, hogy mi lesz holnap. Nyilvánvalóan annyira nem, mint 4 éve, vagy igazából 8 éve volt egy nagyon-nagyon mindenki lelkes volt, de azért kezd beindulni a választási hangulat. Mert ugye arról van szó, hogy két elvileg népszerűtlen ember küzd azért, hogy az Egyesült Államok elnöke legyen. Aki talán egy picit jobban áll most, az Hillary Clinton. Ez így van? Igen, most azt mondják, hogy körülbelül 3-4%-kal vezet. Ilyen későn a választások előtt már körülbelül ilyen 1,5-2% pontossággal meg tudják mondani, hogy ki fog nyerni, úgyhogy nagy valószínűséggel Clinton nyer. Abban az egyetlen esetben lehet Donald Trumpnak esélye, hogyha egyes szavazók eltitkolják, hogy rá fognak szavazni. Mert hogy, ahogyan én is mondtam, van egy olyan mesterséges intelligencia, egy olyan gép, amelyik az internetes kattintásokat számolva nagy valószínűséggel meg tudja mondani, hogy ki fog nyerni, és ez a gép például Trumpot hozta ki. Mennyire megbízható ez, vagy mennyire foglalkoznak ezzel az emberek? Hát itt már körülbelül a kávézacból is azt próbálják megjósolni, hogy ki lesz az amerikai elnök. Én értem, hogy mi a módszernek a lényege, az, hogy a választók kire kattintanak a legtöbbet, kiről keresnek a legtöbb információt, hát de az a helyzet, botrányokból hogy ha nem ismeretlen jelölt lenne, ez jó. Azért botrányokból eléggé sok volt, tehát azért itt botrányokból eléggé sok volt. Elnézést kérek, hogyha a vonal igen, pontosan, tehát Trump nem egy hagyományos jelölt, pontosan. Tehát Trump nem egy hagyományos jelölt. Tehát nem azért lehet, hogy nem azért kattintanak rá, mert rá akarnak szavazni, hanem azért, mert sok volt a botránya. Hogyan ítélik meg egyébként? Tehát nem mondanám, hogy ez... Hogyan ítélik meg egyébként az ő személyiségét? Mert hogy nagyon sok olyan kijelentése volt, ami kiverte szerintem a biztosítékot, többek között nálam is. Hát igen, nagyon-nagyon sok olyan kijelentése volt. Akik rendszerellenesek, azok nyilván nagyon szeretik Trumpot, és van egy olyan réteg, akik szeretik azt, hogy ilyen nyíltan kimondja, amit gondol. A legtöbb embernek azért a nőkről való véleménye az kiverte a biztosítékot. A külföldről való véleménye, a kisebbségekről való véleménye, azért legtöbbször azért keresnek Trumpra, hogy ezekről a botrányokról olvassanak. Most láthattuk a bejátszásokban, hogy például Beyoncé... Itt most láthattuk azt például, hogy Beyoncé is Hillary mellett kampányolt. Én élőben követtem a CNN-en, ahogyan Michelle Obama megtartja tulajdonképpen a beszédét szintén Hillary Clinton mellett. Az, hogy ennyi népszerű és ennyire ismert ember áll ki Hillary Clinton mellett, az sokat tesz hozzá ahhoz, hogy ő akár megnyeri a választást? Hát mindenképpen feltűnő, a mai napon is Bruce Springsteen játszott a gyűlésén, és azt hiszem épp a jelen pillanatban is Lady Gaga van a gyűlésén, főleg azért, hogy a fiatalokat megszólítsa, mert a fiatalok annyira nem lelkesek, mint Obama idejében. Trump mellett főleg a családja a kampányal, akik szintén hírességnek számítanak. Mert ugye, amit Michelle Obama is mondott, annak az volt a lényeg, hogy minél többen menjenek el szavazni, mert nagyon sokan egyáltalán nem akarnak elmenni, tehát nagyon sok a bizonytalan ember, nagyon sok az, aki nem tudja egyelőre, hogy kire szavazom, mert hogy tulajdonképpen két népszerűtlen jelöltről van szó. Igen. Igen, ez így van. Mondjuk az, hogy a bizonytalanok, tehát ilyenkor már azért az emberek elszoktak.
el szokták dönteni azért így egy nappal a választás előtt, hogy szavaznak vagy nem. És főleg, tehát van, aki így dönt, van, aki úgy dönt, tehát annyira nem fogja ez megváltoztatni valószínűleg a végeredményeket. Egészen 1980-ban régen volt az utolsó, akinek így a bizonytalanok szavaztak rá hirtelen, és az döntötte el a választást. Ezt most nem várják a szakértők, hogy nagyon megváltoztatná a végeredményt. Valójában akkor nem lesz nagy meglepetés a végeredmény, ugye? Tehát tulajdonképpen biztosra vehető az, hogy Hillary Clinton fog nyerni. Hát biztosra azért semmi sem vehető, azért néhány államot figyelni kell, Pennsylvania, Michigant, ezeket az államokat, amik demokratákra szavaztak, de elég nagy a munkanélküliség. Floridát nyilvánvalóan, mert az egy konzervatív állam volt, és most egy nagyon sok nyugdíjas demokrata betelepülő miatt az teljesen bizonytalan, hogy fog szavazni. És most itt a nyugati oldalon, Arizonában, Coloradoban kell nézni, hogy milyenek lesznek az eredmények. Az, hogy Hillary Clinton lehet az Egyesült Államok első női elnöke, az mennyire dobja föl az amerikai közvéleményt? Mennyire lelkesek ezzel kapcsolatban, hogy ebben is újítónak számíthatnak majd? Szerintem a nagyon sok női énekes és előadó nagyon lelkesebb ezzel kapcsolatban. A fiatalok annyira nem, mert már ők tulajdonképpen ezzel a gondolattal nőttek fel, mert 8 éve is indult, hogy lehet női elnök. Tehát én azt veszem észre, hogy így az egyetemen annyira nem lelkesednek ezért az ötletért, de az egy korábbi korosztály, tehát előadók, 40-50-esek, azok nagyon boldogak ettől. De nem lehet, hogy azért, mert Hillary Clintonnal kapcsolatban azért egy komoly lejárató kampány volt az életkorát és az egészségi állapotát illetően? Hát természetesen körülbelül Trump is ugyanannyi idős, mint Hillary Clinton. Nem hiszem, hogy ez különösebben befolyásolná az embereket. Aki nem szereti Hillary Clintont a demokrata oldalon, az főleg a külpolitikája miatt nem szereti. Hát aki meg a republikánus oldalon, az meg azért, mert demokrata, és azért, mert voltak. Tehát ők is azért nem szeretik, mert belekeveredett néhány botrányba régebben. Azt lehet lejárató kampánynak nevezni, de ők úgyse szavaztak volna a Hillary. Nagyon szépen köszönjük az élő tudósítást Los Angelesből. Köszönöm.